Itt vagyunk Borókáéknál, Borókánál és Sucinál. Sziasztok! Bizony! Boróka is mondja, hogy sziasztok! És Suci most már a harmadik babáját várja, ahogy már tudjátok. És a várandós vitaminokról beszélgetünk ma. Méghozzá folytatjuk az előző témánknál. Most éppen megérkeztünk a vashoz. A gravida optimát szeded, már ugye a korábbi babáknál is, és most különösen, és hogy a vassal kapcsolatban ezt úgy indult el ez az egész gravidás optimált dolog, hogy na vas az mindenképp kell? Igen, mert ahogy mondtam neked, hogy vashiányos vagyok, hogy például nem elég csak vasat fogyasszak, hanem amellé kell a C-vitamin, hogy a vas megfelelően fel tudjon szívódni. Így van. Tehát, hogy vannak ám itt ilyen kiegészítő dolgok, és akik kitalálták ezeket a termékeket, ők aztán tudják. Nagyon sok májat készített például, megpróbáltuk mondjuk spenóttal pótolni ezeket a például friss zöldségekből a megfelelő tápanyag bevitelt, de csak nem lehet, tehát csak kell valami plusz. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? A vas elsősorban a vér képzéshez szükséges tápanyag, ez is egy ásványi anyag, nagyon sok élelmiszerben egyébként benne van, itt akár még növényi élelmiszerek is, gabonafélék, bizonyos zöldségek, gyümölcsök, itt elsősorban a zöldségeknél ezek a zöld levelesek azok, amelyek nagyon ismerjük is őket, itt a Popeye-féle spenót imádat, ez egy ilyen ikonikus eleme a vas fogyasztásnak, de ugyanúgy például vannak olyan olajos magok, egy diót például említhetnék, amiben szintén van vas. Viszont az fontos hozzátenni, hogy az állati eredetű élelmiszerekből ez jóval nagyobb hatékonysággal szívódik fel, tehát például a húst, a májat ilyen szempontból jobb vasforrásnak tartjuk, mert ezekből nagyobb hatékonysággal szívódik fel a vas a szervezetünkben. Ahogy igen, ehetnék májat, jó, de abban A-vitamin van. Az A-vitamin, ha sok van belőle, az nem igazán jó a kismamának, sőt, azt mindig figyelmeztetitek a dietetikusok és a szakemberek, hogy abból nem szabad túlenni magunkat. Igen ám, de az A-vitamin viszont kell bizonyos anyagok felszívódásához. Tehát, hogy ebből a szempontból is jó lehet egy étrend kiegészítő, ugye? Mert abban pont annyi A-vitamin van esetleg, ha van benne, pont annyi, amennyi étrend kiegészítőként kell, plusz persze a normális étkezés. Nem vagy egyedül, Suci, mert hogy nagyjából minden harmadik nő. Én úgy tudom, hogy vashiányos. Én is egyébként, tehát kívülről is kaptam nagyon sokszor vasat. Pont azon gondolkodtam most múltkor, hogy ugye, eltervezem, hogy babát szeretnék. Eltervezem, hogy akkor összerakom, hogy milyen táplálékok, mit kell felszívnom, milyen vitaminok szükségesek, stb. Ennek szépen utána nézek. De honnan tudjam, hogy milyen mennyiséget, hogyan, mikor állítsak elő? Hogy az egyik a másikat zavarja-e? Mert ugye az a bizarr benne, hogy mondjuk, nem tudom, az egyik vitamint fel lehet szívni a kefirből vagy a joghurtból, nyilván nem olyan mennyiséget, mint amennyi a babára készülés, a várandóság vagy a szoptatás alatt kell, de azért mégiscsak valamennyit. Igen ám, de a másiknak meg a hatását rontja. Tehát, hogy valami dietetikusnak kell lenni ahhoz tulajdonképpen, hogy egy kismama normálisan össze tudja állítani az étrendet. Én ezt választottam, ezt a gravida optimát egyébként, tehát alapvetően ezért kezdtem el. De az orvos ugye mondta, hogy valami vasat, meg folsavat tartalmazó készítményt, igen, tehát valami várandós vitamint mindenképpen kezdjek el szedni. Ő azt mondta, hogy a 12. hétig mindenféleképpen, és természetesen utána is javasolt a megfelelő ásványi anyag és vitaminbevitel. És én azért választottam, mert ebben viszont nagyon jó arányban van benne a vas. Hát és hát mondjuk, tudományos kutatások eredményeképpen étrend kiegészítőként nem gyógyszer, nem kell feliratni. Nem. Together,
tejterméket, halat, zöldséget, gyümölcsöt, gabonát, hüvelyest, stb., akkor ezzel lehetünk a leginkább biztosak abban, hogy sok-sok tápanyag bejut a szervezetünkbe, és ehhez lehet egy nagyon jó társ, egy jó kiválasztott étrendkiegészítő, ami pótolni tudja azokat az anyagokat, amit vagy nem tudtunk valamilyen ok miatt elfogyasztani, nem volt étvágyunk, nagyon egyfajta dolgot kívánunk például a várandóság alatt, vagy pedig egész egyszerűen olyan nagy a szervezet szükséglete, hogy ezt nem is tudjuk akár megenni. Ugye a vas nagyon-nagyon fontos a szoptatásnál is, hiszen a babának is sok vasra van szüksége, és a te vaskészletedből szívja le, ami már eleve kevesebb volt, sokkal kevesebb, mint amennyi kellett volna egyébként, és ugye a vérképzéshez nagyon nagy szükség van rá. Igen, hát ezért kell sokszorosan pótolni. És egyébként én még úgy tudom, hogy még sokszorosa is a szükséglet a szoptatás során, mint a kismamaság alatt, tehát a várandóság alatt. Ezt majd így megkérdezzük a szakemberektől. Minden esetre a Gravida Optimában vas is van, ami egy nagyon fontos alapanyag. Ezt az étrendkiegészítőt milyen gyakorisággal szeded, vagy hogyan, reggel, este, délben? Hogy naponta. Szoktam? Naponta egy alkalommal szoktam a reggeli órákban időzíteni, mert én úgy gondolom, hogy akkor az egész napra biztosítja. Ez akár... a jó érzés, hogy úgy érzed, hogy akkor 24 óra múlva jöhet a következő. Ráadás. Igen, amint látod, kettő, tehát van benne egy tabletta is, meg van benne egy lágy zselatin kapszula. Igen, itt igen. Az egyik az a folsav és a folátot is tartalmazza, a másik pedig a halolaj. Nyilván ugye így vegyesen. Ami ugye ez omega 3. Igen. Ha nincs elegendő vas, akkor azt például honnan tudom? Szédülök? Vagy mondjuk nyilván a várandóság alatt más többször van vérvétel, abból kiderül, de hogy honnan tudom, hogy nincs elég vasam? A vashiánynak nagyon könnyen tetten érhető tünetei vannak. Fáradtság lehet, ugye alapvetően a teherbíró képességünknek a csökkenése. Tapasztalhatjuk azt, hogy hullik a hajunk, törik, töredezik a körmünk, nagyon sok fertőző betegséget elkapunk, és olyan esendőbbek vagyunk ezek iránt, a betegségek iránt. Itt nézem is, hogy a rajzon is az van, hogy baba tervezésnél van itt egy kismama, aztán utána pocakosan, tehát várandósan, és aztán meg a szoptatás idején szintén. Nagyon fontos mindegyik időben, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor fogunk teherbe esni, tehát azért gondolom, hogy nagyjából ugye tudatosan tervezi mindenki, hogy mikor szeretnem, viszont vannak olyan gyermekek, akik nem tapsra érkeznek, mint ahogy nálunk is volt Zselyke, és így hamarabb el kell akkor kezdeni szedni, hogy a megfelelő szintre állítsuk a szervezetet, utána, amikor a várandóság már beteljesedik, és akkor elkezd növekedni a picurka, akkor megint csak nagyon szükség van a szervezetnek, hiszen tőlünk fogja elvonni ezeket az anyagokat, ásványi anyagokat és vitaminokat, és a szoptatásnál pedig hát van, aminél sokkal nagyobb jelentősége van, például a vasnak is. Take me away. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Ugye említetted, hogy nem tapsra jött, hát nálunk például úgy volt, hogy én nem vettem észre, hogy én babát várok. Éreztem, de mivel nem voltak egyéb jelei, ezért nem tudtam, és én például bizonyosan 10. hét körül tudtam, hogy babát várok, tehát akkor mentem el egyáltalán megnézni. Ettél már almás cékla salátát? Ettem, képzeld, és finom volt. Isteni. Na, és abban például rengeteg vas van, mert a cékla is nagyon sok vasat tartalmaz, hogy van gyümölcscentrifugánk, és abban a répát, az almát, meg a céklát is szoktam. Így, hát nem turmixolni, hanem így gyümölcscentrifugálni, és annyira finom. A vasról beszéltünk, a Gravida Optimának az egyik alkotó eleméről, az egyik összetevőjéről. És folytatjuk hamarosan megint a várandós vitamin következő összetevőjével, és kérdezzetek továbbra is, sziasztok! Hello. Sziasztok! Don't have to stay, we can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you.
Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt, vége! Itt.